A legvirágosabb fővárosi kerület címét nyerte el Pesszent-Lőrinc-Pesszent Imre, a szebb, virágosabb országos pályázaton. Ezt a címet a főváros vezetésétől kapta kerületünk a hazai városszépítő versenyen. A zsűri két szempont alapján döntött. Egyik a közterületek tisztántartása és szépsége. Kerületünkben ez a munka a városgazdára hárul, még novemberben is ültetnek két nyári növényeket. Összesen 60 ágyásba több mint 80 ezer virágot ültettek ki ebben az évben, és jövőre további 15 közterület is virágos díszbe borul. Jelenleg is itt vagyunk ugye a Kossuth téren, ugye több parkba, például Hargita tér, Béke tér, ugye egyéb közteléken ültetünk, többek között lakótelepeken is. Most jelenleg a két nyári virágot túlnyomó részt árvácskát ültetünk, amit a saját kertészetünkben termeltünk. A lakosság környezettudatossági programjait is külön vizsgálta a zsűri. Az önkormányzat minden évben több zöld pályázatot írt ki a lakosság számára. Ilyen az őszi komposztálási vagy a tavaszi virágültetési program is. A zsűri döntése alapján 2016-ban a legszebb és legvirágosabb kerület címet Pesszent-Lőrinc-Pesszent Imre kapta. Remélem, hogy tudunk tovább menni ezen az úton, és vagy meg tudjuk ismételni ezt az eredményt, vagy van még ennek egyébként egy magasabb kategóriája, hiszen ennek a magyarországi versenynek van egy tovább lépése, ugyanez európai szinten. Oda most még nem sikerült kijutnunk, de hát bízom benne, hogyha ezt tudjuk ilyen mértékben folytatni, ilyen léptékben, ennyi lakónak, ennyi intézménynek a bevonásával, akkor előbb-utóbb az értékelő zsűri az alkalmasnak tekint minket arra, hogy Magyarországot tudjuk képviselni az európai megmérettetésnél is. A szebb virágosabb pályázatot először 21 éve hirdették meg. Idén több mint 300 település adta be nevezését a megmérettetésre.